Sziasztok, Anzsi vagyok. Ismét 5 konyhai eszközt fogok megmutatni, hogy mit használok, és miért jó ez, vagy miért nem jó ez. Tartsatok velem, hogy kiderüljön, mi az az 5 konyhai eszköz. Na, ami nagyon fontos a konyhámban, az ez a csipesz, húscsipesz. Mindenképpen ilyen műanyagos szilikon véggel. És ezt például azért szeretem nagyon, mert ugye ezzel forgatom a húsokat, ezzel forgatom össze például a carbonara tésztát, nagyon sok mindent ezzel lehet csinálni. Ugye régen volt a nagy húsvilla, amivel forgattuk a húst, vagy a fasírtot az edényben, de miután megjelentek a teflonos serpenyők, ugye azt már nem lehetett használni, vagyis nem ajánlott használni, ezért inkább ezt használjuk helyette, mert egyszerű vele dolgozni, és könnyen meg lehet fogni vele bármit. Egy icipici gyakorlat szükséges hozzá, de hogyha belejössz, akkor tényleg nem nehéz használni. A következő konyhai eszköz, amit sűrűn használok, ugye az a kenyér szeletelő kés. Erről azt kell tudni, hogy jó hosszú és jó nagy recéi vannak. Ugye, hogyha sokszor sütsz otthon kenyeret, vagy zsömlét, vagy sokat vágsz fel kiflit, zsömlét, akkor mindenképpen érdemes beszerezni egy ilyen kést, mivel nagyon-nagyon hasznos, és ha ezzel vágjuk a kenyeret, vagy a zsömlét, akkor nem nyomódik össze, meg a kifli sem. Szóval mindenképpen érdemes egy ilyen recés nagy kést beszerezni, hogyha sűrűn sütünk kenyeret. Oké, a következő nagyon fontos dolog, az a hámozó. Tehát a hámozó azért fontos nálunk, mert ugye sok babakaját készítek, és almát, barackot, bármit meg lehet vele hámozni, valamint uborkát, cukkinit, krumplit, igazából mindent, amit hámozni kell, mi ezzel hámozunk. Ezzel csak nekem ilyen hámozóm van, és mint láthatjátok, már elég használt. Ezzel a hámozó kérdéssel csak az az egy gond van, hogy sok idő kitapasztalni azt, hogy melyik neked a legmegfelelőbb hámozó. Nagyon sok márkás hámozó van, nem ez a késes, hanem az álló háromszög alakú hámozó. Például nekünk az egyáltalán nem jött be, nem tudunk vele hámozni. Úgyhogy egy olyan 4-5 vagy 6 féle hámozót vettem már, mire megtaláltam ezt, és ez nagyon kézre állt mindkettőnknek, és azóta is ezt használjuk. Úgyhogy ez nagyon fontos itt nálunk a házban. A következő az a torta kenőkés. Kétféle kenőkésem van, mivel ezzel szoktam forgatni a palacsintát, és már ugye a teflonos serpenyőben sütöm, és ugye jó, ha nem karcoljuk össze. A másik pedig fém, és ez tényleg a torták egyengetésére a legjobb. A műanyaggal én nem tudok egyenes részt húzni a tortán, csak a fémmel, ezért vettem fémet is, úgyhogy ebből is kettő van. És az utolsó dolog az a kenők. Van egy ilyen műszálas kenőm, és van 2 darab szilikonos kenőm. Ha palacsintát akarunk sütni, akkor ezzel a műszálas kenővel nem érdemes bajlódni, meg van ilyen műanyag is, aminek műanyagok a sörtei, azzal sem szabad a palacsintasütőt kenni, mert az egyből lepörköli, odakapja, felhajtja. Viszont ezzel meg nem szabad csokit kenni, sehova sem, mert hullik a szőre. Úgyhogy azért szoktam ezzel kenni a csokit. Ezzel is kentem régebben, de rájöttem, hogy nem igazán jó. Úgyhogy marad a szilikonos. A szilikonossal pedig palacsintasütőt mindent lehet kenni, mert semmi baja nem lesz. Ennyi lett volna már az 5 eszköz, amit használok, és miért jó. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma is. Írjátok meg kommentben, hogy szeretnétek-e még ilyen részeket. Iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjátok meg a csengőt is, hogy ne maradjatok le a többi videóról sem. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!